rock and roll. Menjél már. Hello. Jöjjenek utána. Mennyi időt töltöttek az Egyesült Államokban? 4 évet. Aztán fél év Manchester. Manchester. Voltak meccsen is? Hogyne. Ott laktunk a pálya mellett. Nem valami nagy szám ez a mai Manchester, mi? Honvéd, lemosná őket. Hajrá, Honvéd! Hajrá, Honvéd! Mennyi ideig szándékoznak maradni? Huzamosabb ideig. Konkrétabban? 20-30 év minimum. Megmondanál nekem, hogy miért óhajtanak hazatelepülni? Honvéd miatt. Jobb a faci. Le lett levelezve a minisztériumban. Ja. Az majd mindjárt kiderül. Igen. Igen. Van 2 forint lesz. 62. Maga kicsoda. Balogh vagyok, a társbérlő. Reggel 5-től 5:30-ig enyém a fürdőszoba, 7-ig a konyha. 8 után minden a maguké. Köszönjük szépen!
szerepel az Angéla együttesnek. Angel Land. Igen, így van, nyugodtan menjetek. Hát nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a gyönyörű tavaszi napon. Kicsit lehet közelebb jönni, ne féljenek, nem harapok. Nagy voltál, Röné. Jó szólt a cucc. Baromira. Nagyobb volt a tos. Vihetjük a gitárodat, Röné! Ezt valaki nem, nem? Minden feltétel arra, hogy kiválóan érezzük magunkat. Szia, baba! Jól nézel ki! Csá! Ugye, lányok? Tehát akkor! Következik a mai program zenés fellépő délután egyik csúcspontja. A kettes számú gépjárműjavító házi zenekara, a nagyszerű Figaro együttes! Mutasd meg nekik, fiam! Na, menj már! Van még sok ország, hol csak szolgamódra túr, és tűr a dolgos ember változatlanul. Ahol a rengeteg gép ott áll, s nem a népnek szolgál, mert a pénz csupán az úr. Gyerek, egész jó ez az Angéla. Angel Land. Alkotmány ünnepen is számítok rá. Jó, jó, akkor meg fizetni is tetszik. Kaptatok valamit, nem? Kaptatok, vagy nem kaptatok? Kaptunk. Na. Köszönjük az üdítő italt, Bigali elvtárs. Egészségetek! Kap el Bambidat, Bigali. Csipu, kérjél már ki egy dekorövidet, meg egy tárcasört. De vastag vagy, apám. És száll a dal majd, ó, csenyharasó. És száll a dal majd, ó, csenyharasó. És száll a dal majd, ó, cseny. Sose mondják happy days, ott sose mondják happy days. Egészség. Egészség elne. Az meg ki? Nem tudom nem itteni, sose láttam. Egy mangó vanília séket. Mi van, elfogyott? Csak ez van. Pedig rohadt ismerős. Szevasz, Csipu! Szevasz. Miki! Gyerekek, ez a Miki! Szevasz! Szia! Szevasz, Miki! Szevasz! Szia! Jól nézel ki, apám! Kösz! Beszorás! Vigyázz a sérumra! Na jó, nem szevasz! Welcome to Hungary! Idd inkább ezt! Mi az? Whisky! Nem már, igazi volt? Elviszes öngyújtó! Mutasd! Mazsola! Az a sunyogtató! Kár, hogy nem előbb jöttél. Most játszottuk le a holnap maradj ittet. Az mi? Az nagyon állat. Most tettük le a luxiról, igaz, Röné? Várjál! Frank Sinatrát csak ismered. Azt is nyomtuk. Ki már senki nem hallgat Sinatrát. Igen? És akkor elmondod nekünk, hogy ki mit hallgat. Persze, jót, mondjuk Johnny Cash vagy Jerry Lee Lewis. Jerry Lee, imádom. Jó, persze élőben az igazi. Állj, te voltál Jerry Lee koncerten. Nem kell mindent beszopni, Jucika. Tavaly júniusban Kansas City-ben, tudod, ott turnézott Johnny Cash-sel, meg Carl Perkins-sel. Mi? Carl Perkins-t is láttad? Gyere! Perkins. Ugyan, mi volt Kansas City-ben? Kansas-ben? A legjobb dolog, ami valaha történhetett velem. Nagy buli volt? Buli. Az előzenekar után hirtelen kihunytak a fények. És egyszerre kigyulladt, vagy ezer reflektor. És ott áll Jerry Lee, az ongorán. Flitteres fehér nadrág, pálmafás zakó, a fején egy francia paróka, a lábán egy csillogó ezüst mokaszín, és azt mondta? Ne stokkold a viszkit. Bedugom az ujjam a forró punciba, és végighúzom a kezem az ongorán, hogy jobban csúszson a glisszandó. De turva. És akkor elindult Jerry Lee bal keze, aztán beszállt a jobb kéz. Finoman osztotta, és beindultak a lába. Kivillantak a térdek. Várjon, lássam a térdetek. Eltársak, rendkívüli esemény.
rendőri intézkedés foganatosítása azonnali hatálya! Riadó, passz meg! Köszöntjük a belügyminisztérium dolgozóit! Műveleti területet! Maguk a gyorsreagálású egység! Hát mi a fitfene vagy, gyerünk már! Ők azok, akik még a munkaünnepén is belóznak! Mint a szoknyák 6 óránál! Az a tisztodosi... Lányom, táncoltassátok meg őket! Let's go, babák! Mutassuk meg nekik, mi az 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 igazi happy day! A bal kéz a bubi, a jobb kéz a rack, lássuk mi van a szoknyal! Futózápor. A Tisza utcában? Honnan tudod? Kiköpött be, mi? Ez Magyarország film. Mikor jegyzett már meg? Itt mindenki mindent lát és mindent hall. Így voltál kint az utcán? Hozok törülközőt. Nézd magadra, hogy mehetsz ki így? Ez szintiszta provokáció. Szerintem meg csak egy hawaiing. Vegyülni kell, fiam. Elvegyülni. Hogy ne szúrjál szemet, verénynek lenni a veremek között. Te meg úgy jársz köztük, mint egy kakadu. Na most, egészen idáig semmi bajod nem volt ezzel az inger, igaz? A Fifth Avenue jó volt, de nem a Tisza utcában. Tényleg? És akkor miért nem vagyunk még mindig a Fifth Avenue, ha? Én kértem, hogy hozzatok ide. Ez az otthonunk, fiam.
tiéd. Nagyon sajnálom, Milton nyelvtárs, nem tehetek róla. Eltértek a műsorrendtől, és az ifjúság rosszul reagált. Totálisan megvadultak. Ezeknek már nem kell a pulbit, csak ez a tamtam. Ide vezet ez a nagy szabadság. Voltál már szüreten, Bigali elvtárs? Szüreten? Amikor a szőlőt így... Pontosan. Na mit nem szabad csinálni a mustos palackokkal? Lezárni. Na de miért? Miért? Mert megindul az erjedési folyamat, és akkor bum. Világos a képes beszédem, Bigali elvtárs? Világos. Teljesen világos. Az ifjúságban megindult egy erjedési folyamat, ami nem feltétlenül baj. Nyitni, hagyni, teret adni. Persze szigorúan ellenőrzött keretek között. Nos, ez az új direktíva, Bigali elvtárs. Szervezünk egy tehetségkutató versenyt. A fiatalok kulturált mederben kiélhetik az életkori sajátosságaikat. Rád bízom, hogy megszervezd a kerületi selejtezőt. Köszönöm. Megtisztelsz. Nem ment simán. De én kiálltam melletted. Ne hagyj cserben. Árpád. Köszönöm szépen. Sándor. Lázas készülődés hangjai verik fel a vidéki és városi kultúrházak önképzőkörök alkotói csendjét. Ugyanis a mai nappal meghirdették a Ki mit tud kerületi selejtezőjét. Kívánatos, hogy tanulóink fokozott művészeti aktivitást tanúsítsanak, s minél nagyobb számban vegyenek részt a seregszemlén. Lehet nevezni vers és prózamondó zenekari. Na kicsim, el tudod olvasni? Ki mit tud. Na, ügyes vagy, ez az. Simán. Lesz még? Amerikai lemezek érdekelnek? Simán. Rendben. Jó a Verda. Egyszer majd hagyhatom? Ja. Még az is lehet. Csak vigyázz vele, mert bejáratos. Broken heart, yeah. It's yours. No. It's broken heart, man. Keresel valamit? Na, figyelj! Tripolis dobol, a csipu meg... Csipu meg a nyírő penge. És persze, te meg én. Figyelj! Tudok egy csomó Jerry Lee Lewis számot. Angolul énekelnék. Mármint igazi angolul, érted?
De azért az meredek lenne, nem? És persze kitalálnánk hozzá ruhát, sérót, imidzset. Mit? Profi banda lennénk, ahogy kint csinálják. Lufik, füst, színes fények, vokálos csajok, minden, ami kell. Ki mit tudra készíts lenne a show? Hm? Show. Show. Kint ezt így hívják. Szállj le a bandámról, kis majom. Újra itt a nyár, int a napsugár, a kempingelve már.